Ezen a szakon gazdasági szakemberek képzése zajlik, de olyan speciális felkészültséggel rendelkező gazdasági szakembereké, akik majd a munkaerőpiac helyzetét, állapotát lesznek képesek felmérni, el tudják majd látni az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos különböző funkciókat, és hát ez alapján természetesen a különböző munkahelyeken, például az érdekegyeztetési folyamatok koordinálásában is szerepet, nagy szerepet tudnak vállalni, és hát mint bármely gazdasági szakember, ők is képesek lesznek arra, hogy szervezési, tervezési, döntés előkészítési funkciókat, feladatokat lássanak el. A gazdasági szakemberek esetében ugye fontos az, hogy a matematikai tudás az kellőképpen biztos lábakon álljon, hogy így fejezem ki magam, de ugyanakkor ez a matematikai tudás, ez társadalomtudományi érdeklődéssel is párosuljon. Ugye legyen az illető racionális gondolkodású, ahogy mondani szoktuk, két lábbal álljon a földön, hiszen ez egy gazdasági szak. Ebből következőleg természetesen legyen kreatív, legyenek jó ötletei, legyen jó szervezőkészsége, gyorsan ismerje fel a helyzeteket, legyen képes gyorsan döntést hozni. Ez minden gazdasági szakemberré válni akaró fiatal számára elmondható, de akkor most nézzük meg egy kicsit azt is, hogy a szak specialitásaiból mi következik. Ezen a szakon a legkomplexebb, legflexibilisebb gazdasági erőforrással, az emberi munkaerővel gazdálkodni képes szakembereket képeznek. Ezért tehát az is fontos, hogy az ide jelentkező szeressen az emberekkel foglalkozzon, érdeklődjön az emberi problémák iránt, legyen képes emberekről azok képességeit felismerni, tudjon kidolgozni olyan stratégiákat, amelyekkel ezek a felismert képességek fejleszthetők. Én még egy picit azt is megkockáztatnám, hogy egy kicsit pedagógusi képességekkel, rátermettségekkel is rendelkezzen. Hat fél éven keresztül zajlik majd a képzés. Nem fogjuk agyon terhelni órákkal a hallgatókat. Heti átlagban 23-24 tanórán kell részt venni, tehát elég sok idő marad arra, hogy önállóan kutakodjon, a feladatokat, a kiadott feladatokat önálló munkával is készíthesse, végezhesse. A főbb tantárcsoportok, hát nyilván a tanulmányok elején alapozó tantárgyakkal ismerkedik meg az ide kerülő hallgató. Hát ezek részben a közgazdasági alapozást szolgálják, mint például a mikro, makroökonómia, pénzügyi alapismeretek, nemzetközi közgazdaságtan, részben társadalomtudományi alapozást szolgálnak, és ahogy mi mondani szoktuk, módszertani alapozást is, hiszen gazdasági elemzések, gazdaságmatematikai, statisztikai, informatikai felkészültség nélkül nem végezhetők. A tanulmányok következő részében úgynevezett üzleti alapozó tárgyakat tanul. Ugye itt derül az ki, hogy ez a szak a többi üzleti szakkal rokon szak. Na most ezt a rokonságot fejezik ki ezek a tantárgyak. Ehhez kapcsolódóan szakmai idegen nyelvi képzésben is részesülnek a hallgatók, úgynevezett készségfejlesztő tárgyakat is tanulnak, mint például tanulás és kutatás, módszertan, üzleti kommunikáció, üzleti etikett protokoll. És ezután érkezünk el azoknak a tantárgyaknak a csoportjához, amelyek kifejezetten ennek a szaknak a specifikumát adják a különböző munkaerőpiaci ismeretekhez, munkajoghoz, munkaszociológiához, kompetenciamenedzsmenthez, tehát valóban azokhoz a tárgyakhoz, amelyek már az emberi munkaerővel való gazdálkodásra készítenek fel. A tanulmányok legutolsó fél évében felajánljuk azt a hallgatóknak, hogy két specializáció közül választhatnak. Ezek közül az egyik a vállalkozások mikrovilágába viszik el a hallgatókat.
Ennek a specializációnak az a címe, hogy szellemi tőke menedzsment a szervezetekben. Az elnevezés magáért beszél, ugye itt döntően arról van szó, hogy a vállalkozások humán erőforrás állományát hogyan lehet felmérni, hogyan lehet fejleszteni. A másik specializációs irány makrogazdasági kitekintésű, a humántőke fejlesztése címet viseli. Itt ilyen érdekes tárgyak kerülnek majd elő, hogy például mi az a tudásgazdaság, az innovációt hogyan lehet menedzselni, milyen sikeres munkaerőpiaci politikák vannak, és hát a jóléti politika hogyan szolgálhatja a humántőke fejlesztést, a humántőkében rejlő lehetőségek minél teljes körű kiaknázását. A legtöbb üzleti szakhoz hasonlóan itt is az a követelmény, hogy egy nyelvből középfokú C-típusú, de szakmai jellegű nyelvvizsgával rendelkezzen a diplomát szerezni kívánó fiatal. Igaz, a fennálló rendelkezések szerint ez a szakmai nyelvvizsga felsőfokú C-típusú nyelvvizsgával, általános nyelvvizsgával kiváltható. Megfigyelhetjük azt a tendenciát, hogy a humán erőforrás gazdálkodás egyre jobban felértékelődik. Ez a jelenben is igen jó, széleskörű elhelyezkedési lehetőségeket ad, és nyugodtan kijelenthetem, hogy ez a tendencia a jövőben is így marad. Hogy hova kerülhetnek a hallgatóink? Hát elhelyezkedhetnek vállalkozásoknál természetesen, de nem csak ott. Elhelyezkedhetnek vállalkozásokat fejlesztő, segítő szervezeteknél, például kamaráknál, fejlesztési ügynökségeknél, alapítványoknál, önkormányzatoknál is szükség van ilyen szakemberekre, non-profit szervezeteknél, természetesen költségvetési intézményeknél is, mint a miénk, hiszen a költségvetési intézményekben is gazdálkodni kell az emberi erőforrásokkal. És még egy nagyon fontos terület, a munkaügyi központok is döntően ilyen végzettségű munkatársakat, szakembereket várnak. Bármely alapszakon megszerzett végzettség, hogyha kellő eredménnyel végzi el a hallgató, ezt tegyük hozzá, folytatható lesz majd a lineáris képzés következő szakaszán, ugye az M-nek jelölt master, vagy magyarul, ahogy fordítani szoktuk, mester szinten. Én most itt egyelőre azt tudom elmondani, hogy melyek azok a e pillanatban még csak tervezett mesterszakok, amelyek elvileg ráépülhetnek az emberi erőforrások szakra. Hát ilyenek a következők: a vezetés és szervezés, innováció menedzsment, emberi erőforrás gazdálkodás, nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, emberi erőforrás gazdaságtan és politikák, és a közgazdásztanár. Nappali és levelező tagozaton is meghirdetjük. Ahogy említettem, már 6 fél éves a képzési idő. Ezen a szakon, az emberi erőforrások szakon ez nem nyúlik meg, nem egészül ki gyakorlati fél évvel. Itt végzett szakembereknek az lesz a fő feladata, hogy az emberi erőforrással, a munkaerővel gazdálkodjanak. Nos hát az emberi munkaerő az egy nagyon komplex, nagyon flexibilis gazdasági erőforrás, de talán mondhatom, hogy a legnehezebben kezelhető gazdasági erőforrás. Hát ebből következik ennek a területnek minden nehézsége, de ezek a nehézségek egyben nagyon szép kihívások is. Például hogyan lehet a gazdaságossági, hatékonysági szempontokat a
humánus szempontokkal összeegyeztetni. Hogyan lehet munkahelyen fellépő emberi konfliktusokat megoldani? Hogyan lehet olyan emberi konfliktusokat megoldani, amelyek a szervezet szükségszerű átalakításából fakadnak? Hát itt gondolhatunk például arra is, amikor a munkaerő egy részét más területre kell átirányítani, vagy esetleg meg kell válnia az alkalmazottak egy részétől. Hogyan lehet kellő emberiességgel levezényelni ezeket a nagyon lényeges folyamatokat. Hát aki úgy gondolja, hogy ő örömet találna ilyen izgalmas feladatoknak a végzésében, és valóban nagyon, nagyon nagy kihívásokkal szívesen megbirkózna, szívesen foglalkozik a problémák emberi oldalával, emberi vonatkozásaival, az jöjjön erre a szakra. Valószínűleg az is kiderült az elmondottakból, hogy természetesen nagyon alapos közgazdasági felkészültséget kell itt szerezni, mi mindent elkövetünk majd azért, hogy ez megtörténjen, de emellett, a közgazdasági felkészültség mellett bizony ön és emberismeretre, kellő pszichológiai alapokra, empátiás készségre is szüksége van annak, aki ezt a munkát jól és eredményesen akarja végezni.